Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsor hívó szava az innováció, ebben a témakörben hívtam a mai műsorba vendégeket. Szeretném, hogyha a mai műsorban is megismerjenek olyan személyeket, akikkel híradásainkban sokat találkozunk, de mégis jobban megismerhetjük most őket. Itt van velünk a stúdióban Laufer Tamás, az Alba Innovátor vezetője, illetve az Alba Innovár vezetője. Majd ezt később akkor megmagyarázzuk a nézőknek, hogy miért mondom így. Aztán itt van velünk Zugor Zsuzsanna, az EHO Innovációs Műhely és Fehérvári Civil Központ vezetője. Szeretettel köszöntelek. És itt van velünk Gombaszögi Attila, azaz Gomba, hogy sokan ismernek. Mondhatom azt is, hogy félig meddig kollégák vagyunk, hiszen az fmc.hu felületünkre számos cikkedet felraktad, már olvashatták a nézők, és egy IT szakértőként is ugye szoktak vele találkozni a nézőink híradásainkban. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ahogy elkezdtem a műsort, ugye innováció, most azért mosolygunk annyira, elmondom azért a nézőknek, szerintem simán belefér, hogy néha van olyan, hogy el kell kezdenünk előről a műsort, hiszen történnek dolgok, például most egy mikrofon, úgyhogy itt az innováció szerintem nálunk is egy hívószó lehet, mert hát nálunk is mindig új technikai fejlesztésekre van szükség, stb. Nektek mit jelent egyébként ez a szó, hogy innováció, hiszen ti szinte ebben töltitek a mindennapotokat. Tamás. Hát én szeretettel köszöntök mindenkit, bár ezt megtettem már, ha már egy elmondtad a technikailag, hogy mi történt, akkor már az elsőbe köszöntem, a másikbe így nem köszöntem, de azért köszönök a tisztességkedvéért. Nagyon nehéz elmondani, hogy mit is jelent pontosan az innováció. Valószínűleg a legjobb az, hogy érezni kell, hogy mit jelent az innováció. Én leginkább úgy szoktam megfogalmazni, hogy valamiféle olyan újítás, ami megváltoztat, alapvetően megváltoztat bizonyos olyan dolgokat, amit korábban megszoktunk. A rutinokat megváltoztatja, új dolgokat hozunk létre, de valójában ez még nem önmagában nem innováció. Az igazi innováció az, amit széles körben el is kezdenek használni, és bebizonyítja azt, hogy az az út, amit elkezdenek használni, az jobb lesz, mint adott esetben a régi, vagy valahogy más lesz, de mindenképpen hasznos lesz. Ez a te életedben hogy jelenik meg egyébként? Hiszen majd beszélünk kicsit később az életutadról, hogy azért te világéletedben szinte elkörül forogtál, mozogtál. Igen, az én életutam, tehát már abban is innováltam a családba, hogy korán házasodtam és korán születtek a gyerekeim, tehát hogy 20, tehát még be se fejeztem a diplomámat, és már megszületett az első lányom, tehát ez mindenképpen innovációnak számított a családban. De ez még önmagában nem egy nagy innováció, de mivel így korán bekerültem mondjuk a munkavilágába, tehát volt egy fókuszpontom, tehát ezért folyamatosan ösztönözve voltam az, hogy valami többet csináljak, többet termeljenek, ami önmagában még nem innováció, de mivel én alapvetően az informatika oldaláról kezdtem az életemet, és a menedzsmentbe folytattam, tehát ezért folyamatosan azon kell törni az agyamat, hogy mivel lehet többet csinálni, vagy mivel lehetek én, hát, most lehet, hogy túlzottnak hangzik, hogy egy kicsit okosabb vagy ügyesebb, mint mások. Uh-huh. És akkor ez hajtott most már több mint 30 éve abba, hogy mindig azon gondolkozzak, hogy hogyan lehet többet csinálni, és ez igazából először a tanulás irányából terelt, mert rá kellett jönnöm elég korán, hogy ahhoz, hogy valamit tudjak csinálni, ahhoz nem árt, hogyha tanulok is, és tudom a hátterét a dolgoknak. Uh-huh. No, akkor ezeket meg majd kivesézzük egy picit később. Zsuzsa, itt az EHO Innovációs Műhely, amikor megjelent, ugye már ez is egy kicsit olyan furcsa, olyan megfoghatatlannak tűnő dolog volt, de aztán hát számos rendezvényetek van most már, és nagyon sokszor tudunk veletek találkozni ezek kapcsán. Mesélj egy picit erről. EHO Otthatáskutató Műhelyként indult több mint 20 éve. 10 lelkes egyetemista alapította, az alapítók között én nem voltam még benne, azzal a céllal, hogy fejlesztő programokat hajtsanak végre ott a társadalmi problémákra. Ugye azt kell tudni, hogy az én területem nem IT, hanem én a társadalomtudományok területéről jöttem, és nekem az innováció egy kicsikét más, mint a IT-s területen lévő kollégáknak. Ugye mi emberekkel foglalkozunk, de azért én is most már 25 éve a pályán vagyok, és azért megváltozott a világ körülöttünk. Egy olyan 15 éve döntöttünk úgy, hogy az oktatás kutató műhely már nem helyén való, és ezért megváltoztattuk a nevét innovációs műhelyre.
ugye olyan fejlesztő programokat, láttuk a társadalmi problémákat, és ezekre reagálva hajtottuk, vagy indítottuk el a programjainkat is. De hogy az IT-hez mégiscsak kapcsolódjak egy kicsikét, a legutolsó ilyen programunk a Tudományos Élményközpont kialakítása volt, a titkokháza, ugye. Ugye láttuk azt a problémát, hogy a természettudományos területen nem nagyon jeleskednek a fiatalok, és mi erre a problémára próbáltunk választ adni az Óbudai Egyetemmel közösen. Ugye a civil központot mindenki ismeri, egy nagyon régi épület. Ott kialakítottunk különböző laborokat, fejlesztő műhelyeket, és oktatási tevékenységet végzünk végül is, hogy népszerűvé tegyük ezeket a szakmákat. Akik nálunk megfordultak, mondták, hogy képzeljük el, még békát is boncoltak, meg a halaknak a belsejét is megnézték, amire ugye egy tanóra keretében nem biztos, hogy lehetőség nyílik. Uh-huh. Még azért szeretném, ha egy kicsit később beszélnénk a titkok házáról, mert hogy tényleg rengeteg program szokott lenni, de aztán ugye a tavalyi évben ugye, hát voltak nehézségek, gondolom, hogy ott is, nálatok is, de ugye egy fontos szegmens az életednek az a SETA még emellett. Igen. Szegényeket támogató alapítvány, elmondjuk a nézők kedvéért. Szegényeket támogató alapítvány, most ünnepli a 30. születésnapját, és innovációról beszélünk, de ugye a szegényeket támogató alapítvány azzal a célnal jött létre, hogy a szegényeknek, akik társadalmilag egy kicsit lecsúsztak, segítsen különböző programokról. Nagyon innovációról nem tudok beszélni, mert probléma mai napig van, és ahogy ismerjük a gazdasági társadalmi folyamatokat, szegények mindig is lesznek, tehát velünk élnek. Innováció az, hogy hogyan közelítünk hozzájuk, hogyan tudunk nekik segíteni. Ugye a szegénység az elmúlt 20 évben azért jelentősen megváltozott, most már nem a mély szegénységről beszélünk, hanem különböző fajtái, formái vannak, hogyha innovációt mégiscsak bele akarjuk hozni. Középiskolás diákok esetében, akinek nincsenek meg a legújabb technikai eszközei, akár iPhone, akár számítástechnika eszközei, ő lemarad a többiekhez képest. Ugye ez az elmúlt időszak, pandémia és a home office, meg az iskoláknak a home office-ra való átállása, ez bebizonyította, hogy azokban a családokban, ahol 2-3 gyermek is van, egyszerre megy a tanóra, melyik gyerek tud bekapcsolódni. Nem biztos, hogy mindegyik gyermeknek tudtak számítógépet biztosítani. Úgyhogy teljesen más ma a szegénység fogalma, mint volt 20 éve, vagy akár amikor az alapítványt létrehozták. Uh-huh. És számos család tartozik hozzátok egyébként, akiket próbáltok ugye segíteni, így akár karácsony közeletével, de ezt elmondhatjuk, hogy az egész év folyamán, nem csak mondjuk tanévkezdéskor is, de más időszakokban is, hogy számos ilyen alkalommal szoktunk veletek találkozni, és mindig azt látjuk, hogy hát nagyon nagy örömmel jönnek a családok, és fogadják azt a segítséget, amit ti adtok nekik. Így van, hogyha egy kicsit számokat mondhatok, akkor több mint 100 millió forint értékben osztottunk tavaly élelmiszert. Azért. És ugye a hét minden napján osztunk. Gomba. De ugye mondtam, hogy egy kicsit a kollégánk is vagy. Honnan jön belőled ez a sok-sok IT, vagy ez a sok-sok számítástechnikai vonzalom? Igazából azt lehet mondani, hogy aki egy kicsit is gyermekkorában elhivatott az informatika és a számítástechnika irányába, az és érdeklődik, és óhajt fejlődni, és van kicsit perspektíva benne, hogy mit szeretne elérni, és hova szeretne eljutni, az, ha kitartóan tesz érte, akkor el tudja érni azt, hogy az informatikában ne odáig jusson el, mondjuk, hogy tud játszani a számítógéppel, hanem egy picivel tovább. És akkor nyilván az informatikának vannak nagyon sok szegmense egyébként, mert hogy van egy kicsikét egy ilyen zavar a köztudatban, hogy aki informatikus, az mindenhez is ért, a játékhoz, a számítógéphez, a home office-hoz, a programozáshoz, a honlapfejlesztéshez, és ugye nagyon sok alszegmens van az informatikának, de azért látni kell, hogy
ezek mindegyike önálló szakterület tulajdonképpen, és hogyha megnézzünk egy egyetemi képzést, akkor a klasszikus informatikus képzés, mint ilyen, nem nagyon van, mert ezt így nem lehet kézzel megfogni. Tehát van az autodidakta módon megtanulom az informatikát, de melyik részét? Ugye jellemzően az én szakmám inkább a szolgáltatás terület, az informatikai szolgáltatás, ahol javítunk, szolgáltatunk, rendszerkarban tartunk, felhasználóknak segítünk, támogatunk tulajdonképpen, de az a része, amit mondjuk globálisan informatikának beleszeljezünk egy ilyen gömbbe, ez mind egy külön szakterület. Oktatás szempontjából is, meg az elvégzendő feladatoktás szempontjából is, és akkor lehet abba belegondolni, persze vannak szolgáltató központok, ahol mondjuk mi is tartunk valamilyen szinten, hogy minden részből egy picit kivegyük a részünket, de azért látni kell, hogy ez egy rettentően komplex fogalom, hogy informatika. Az ugye ott tartottunk, hogy mindegyőtökre rákérdeztem, hogy az innováció nálatok mit jelent. Hát ugye, ha mondjuk hozzátok a te számítógépes üzletedbe bemegy az ember, azért ott mindig napra kész dolgokkal kell rendelkezni. Tehát, hogyha valaki bemegy, akkor mindig a legújabb dolgokat tudnod kell neked is például. Hát igazából szolgáltatás szempontjából nyilván az nem állja meg a hét, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mik az újdonságok. A felhasználók mindig a legújabbat szeretnék, ilyen szinten az innováció, a technológia fejlődése, ami azt lehet mondani, hogy korábban azt mondjuk, hogy évente, másfél évente megfordult ez a technológia, és mindig még újabbak jöttek, de szerintem Tamás is tudja, hogy tapasztalja, hogy már nincs éves, másfél éves ciklus, hanem igazából fél éves ciklusok vannak, vagy havi ciklusok vannak, olyan szinten ömlik ránk a legújabb technológia minden szinten. És csak kapkodjuk a fejünket, hogy hol tartunk, és most már alapvetően, ha innovációról beszélgetünk, példaképp kiemeltem, hogy a számítógépnek a webkamerája már rég nem arról szól, hogy én lássam benne Skype-on a beszélgető partneremet, hanem alapvetően személyazonosításra például. Ez is egy innovációs lehetőség. És akkor miért legyen a számítógépben webkamera? Már nem csak azért, mert a Skype-on én szeretnék, hanem azért, hogy az újranyomatom helyett az arcomon azonosítson például. Egyébként ti hogyan tartjátok napra készen ezeket az információkat, amik ugye áradnak rátok nap, mint nap? Tehát, hogy ezért például a tanároknak el kell menni továbbképzésre, ti hogyan oldjátok azt meg, hogy a saját területeteken mindig mindennel kapcsolatban napra készek legyetek? Tamás. Hát először is nem könnyű, de az embernek le kell vetkőzni ezeket a, pont ezt a fajta késztetés, ezeket a görcsöket, hogy minden okvetlenül napra késznek kell, hogy legyek. Tehát ilyen nincs. Tehát nem lehetünk teljes mértékben napra készek. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy mi a célunk, mit szeretnénk elérni, milyen eszközökkel próbáljuk ezt elérni. Tehát van a Alba Innovár például, ugye, ami most már az ötödik éve működik, és az a digitális élmény, vagy élmény és oktatási központnak nevezzük, a város fiatal gyerekek oda járnak, de már nem csak a gyerekek, és hiába van az, hogy egy csecsemőnek minden új, tehát magyarul, aki még nem volt ott és betoppan oda, annak nyilván egy 5 évvel ezelőtti dolog is újnak tűnik, de mi úgy gondoljuk, hogy meg kell újulnunk folyamatosan, egyrészt ezzel a tanároknak is a szintje, a színvonal az egyre erőteljesebb lesz, a felkészültsége, másik pedig az, hogy bizony 4-5 év alatt egy technológiai dolog, mint ahogy mondta Gomba, tehát egy technológiai dolog az elavult, nem? És manapság már mindenhez kötődik egy technológia, tehát hogy itt ülünk a stúdióba, talán a teás, egyedül ez a teás készlet, amihez nem annyira kötődik technológiai újítás, de a kamera, a lámpák, azok mind cserélődnek, hogy jobb, korszerűbb, minőségi dolgot lehessen csinálni, és ugyanígy nekünk is folyamatosan karban kell tartani. Tehát válaszolva a kérdésedre az, hogy napra készség, tudni kell fókuszálni, tudni kell azt, hogy milyen információval foglalkozik az ember. Tudni kell disztribútálni, megosztani azt, hogy ki mivel foglalkozzon egy szervezeten belül. Ettől függetlenül el kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy azzal kezdtem, hogy milyen jó dolog az, hogy bizonyos dolgokat elengedni és nem foglalkozni vele, hát én eléggé kényszeres vagyok, tehát nekem egy mániám az, hogy folyamatosan napra készen tartsam magam, és tehát, hogy most beszéljek a feketébb oldaláról az életemnek ebből a szempontból, és igazából már azzal is kelek, tehát, hogy otthon nem nagyon értékelik ezt a dolgot, de fogom az iPhone-omat, és akkor nézem
az angol nyelvű híreket, amerikai, angliai, európai híreket, a magyar híreket, és már abból próbálok olyan következtetéseket levonni, ami ott esetben befolyásolja akár a napi cselekvésemet. Tehát én azt gondolom, hogy bár beszélni tudok róla, de nem mindig én se tudok a helyes úton járni. Zsuzsa, nálatok, hogy így mindenféle eseményt szerveztek, mindent, tehát nagyon sokféle, sok rétű az a tevékenység, amit itt csináltok. Itt azért, itt is, mert pályázatok kapcsán, stb., vagy a civilek kapcsán is, nagyon sok minden van, ami mondjuk jogszabályváltozások, vagy hát sorolhatnám, hogy mennyi minden rengeteg változik a ti életetekben. Rengeteg. Kapcsolódva Tamáshoz, a lifelong learning, tehát egy egész életen átvaló tanulás. Én az én életemben ezt úgy fogalmaznám meg, hogy tudjam, hogy mit hol kell keresni, és nem lehet mindig mindent tudni, de legalább azt tudjam, hogy hova nyúljak, vagy hol nyissam ki az internetet, vagy akár a jogszabályt, hogy hol találom meg azt az információt, amire szükségem van. Mint ahogy ma reggel is hívott a kollégám kétségbe esett, hogy úristen, megváltozott az egyik jogszabály, hogy nem lehet elszámolni valamelyik tételt. És hát emlékeztem én, hogy de el lehet, nem változott semmi, de mondtam neki, hogy azért megnézem. És ugye, hogyha az ember tudja, hol kell keresni, akkor ez rövid idő alatt végére tud járni a dolgoknak. Igen, az információk között szortírozni kell, meg kell tanulni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. Én úgy érzem, hogy itt az innováció kapcsán a mi felelősségünk az, hogy a jövő generációit felkészítsük arra, hogy ezek között, az információk között, az a iszonyatosan nagy halmaz, amit rázud itt a világ, az internet, tévé, telefon, bármi, mindenhonnan jön az információ, hogy ezek között eligazodjanak, és tudjanak megfelelő döntéseket hozni, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen, meg hogy az ő életüket hogyan befolyásolja ez az információ. Neked akkor az a jó, hogy vannak erre kollégák, akik között mondjuk le tudod osztani a napukat, hogy segítsenek. Igen, igen. Meg hát azért ezt hozzá kell tenni, hogy a folyamatos ellenőrzés, igen, kiadtuk, le tudom osztani, de elkészítetted, úgy készítetted el, ahogy kell, vagy esetleg módosítani kell valamit. Gomba, nálad ez a napra készség, ez honnan jön, hogy szakmai vagy szinten. Ez már automatizálva van, én azt tudom elképzelni. Nehéz automatizálni. Tehát olyan szinten fejlődünk, és annyi információ omlik ránk tényleg, hogy nehéz elgondolni. És amit az előző beszélben, vagy mondtál, hogy mennyi információ, mennyi input szóródik ránk tulajdonképpen, és abból ki kell tudnunk szedni azt, ami minket érdekel, és a hallangot elengedni. És igazából azt látom a gyerekeimnél is, hogy a tanulási folyamatot kell megtanulni, megérteni, és utána kell nekiállni tanulni. És az rengeteg információ közül is azt kell megtanulnunk, hogy hogy tudjuk kiszedni abban a rengetegből az, ami minket érdekel, mert információ rengeteg van. Az interneten dőlnek a betűk és a szavak meg a mondatok ránk igazából, de hogy abból mi, ami érdekes és hasznos, hogy tudjuk kiszedni belőle, hogy mi az, ami nekünk kell, ez rettentő nehéz igazából. És a felelősség is hatalmas egyébként, mert hogy nem adhatom át azt az információt az ügyfeleimnek, ami mondjuk egy kicsit is kétes, egy kicsit sem állja meg a helyét, miközben látjuk, tapasztaljuk az interneten, rengeteg olyan információ van, ami nincs ellenőrizve, vagy nem úgy igaz, ahogy leírták, vagy csak féligazság van mögötte, és a szakmai szempontból rettentően kemetlen, hogy azt mondom az ügyfeleknek, hogy már pedig ez így van a számítógépek világában, ez így működik, miközben rájövünk, hogy nem, ez nem így működik. Tehát, hogy ezeket mindig csekkolni kell, visszaellenőrizni kell, szinten tartani, pedig azért nehéz, mert hogy változik. Napról napra minden változik, de hogy tudni kell keresni, és igen, szakmai portálokon, szakmai fórumokon, szakmai szempontból. És mindezt így a napi munkád mellett hát hogyan hogy máshogy tudod besűríteni? Muszáj. Muszáj. Mert tehát hogy nem lehet másképp. Kell tudni az emberek időt szakítani a napi munkájában arra, hogy a szakmai fejlődésedet tud valamilyen szinten tartani. Ha beleveszünk az adminisztratív munkába, meg a cégvezetésbe, meg az üzletvezetésbe, az ügyfeleknek a segítésébe, akkor nem fog maradni arra idő, hogy szakmai szempontból hiteles tudjál maradni. Tehát a munkának ez egy nagyon szükséges rész, hogy a szakmai hitelességet meg tud őrizni. És ez nagyon jó egyébként, mert pont ezt akartam mondani, hogy nekünk az egy nagyon jó dolog például, hogyha elmehetünk hozzád, mint szakértőhöz, és
mondjuk most csak egy kicsit a mi kulisszatitkainkból is, hogy beolvassuk a nézőket, ugye nálunk a napi szerkesztő kiosztja mondjuk jó esetben este, de lehet, hogy reggel egy ad-hoc jellegű hír jön, és akkor azt mondja, hogy már pedig menj el, és mondjuk kérdezd meg a gombát erről, meg arról, mert hogy olyan hírek vannak, hogy, és mi lehet, hogy elképzelünk valamit, és te tök jól rá tudsz cáfolni, hogy például nem kell magunkat, tehát nem kell teljesen megijednünk mondjuk egyes helyzetekben, mert mondjuk ilyen adathalászat, stb. Ilyenekről nagyon sokszor van szó. És még azt is hozzá kell tenni ilyenkor, hogy számta meg egy olyan eset volt, amikor beszélgetünk, hogy milyen téma, és még nekem is utána kell néznem igazából, nem mintha annyira tudatlan lennék, de hogy a napra kész információhoz nagyon szükséges az, hogy az ember képbe legyen az elmúlt 24-48 óra eseményeivel, és arra reagálva tudjon szakmailag hiteles információt adni, miközben nyilván a híreket nem én gyártam, és nem én teszem közzé, de hogy a szakmai hitelesség az interneten sem mindig állja meg a helyét. Beszéljünk egy picit arról, hogy most mondtuk már, hogy és még a Tamás esetében fel se soroltam azt a sok mindent, itt szerintem a nézőknek azért mutathatnák még egy jó egész oldalt, meg egy kicsit többet találtam a Wikipédián arról, hogy mi mindennel foglalkozik. Arról beszéljünk egy picit, hogy a napi munkátok az hogy néz ki. Tehát például mondjuk az Alba Innovárba bemész, és ott vagy egész nap, ezt nem tudom elképzelni. Hát ezt lehet, hogy senki nem tudja elképzelni, vagy nem akarja elképzelni, hogy itt bemenjek, mert tehát én eléggé aktív szoktam lenni, ahol vagyok éppen, mert megszoktam, hogy túl sok mindent csinálok, és általában ami talán az erősségem az az, hogy valahogy helyzetbe hozzak valami rendszert, egy gondolatot, kidolgozzak egy ötletet, és akkor abban az ötletből valami megvalósuljon, felálljon egy csapat, és ezt az egészet csinálja. És persze szeretettel gondozom, de igazából amikor már valami feláll, már attól a pillanattól kezdve azon dolgozom, hogy azt hogyan lehet üzembe tartani, tehát fenntartani, és akkor én tudjak foglalkozni mással. Tehát ezért az, hogy bemegyek az Alba Innovárba, ez azt jelenti, hogy inkább telefonon tartom a kapcsolatot, vagy akár interneten, nyilván e-mailen, vagy egyéb más rendszerre tartom velük a kapcsolatot, illetve hetente egyszer beszoktam menni, és akkor kollégákkal beszélgetek, vagy van adott esetben olyan tájékoztató, bármiféle program, amin akár részt is kell venni, vagy én kíváncsi vagyok valami ilyesmire, de ezen kívül tényleg még van több olyan munkám, a mai világ, és ez a mai, ez már tulajdonképpen a tegnapi világnak a technológiai adottságai nélkül én nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy ezt meg tudnám csinálni. Egyet-kettőt azért mondasz közülük, hogy hát, minden az, amivel még foglalkozom? Nekem van részem, tehát ugye én mint informatikus indultam, de miután úgymond felfedeztek, tehát inkább a menedzsment fele vittek el, de ez már a 20-as éveimben volt. Tehát a 20-as éveim végén én már az egyik nagy szoftvervállalat, az Oracle, ez egy amerikai cég, magyarországi központjának az ügyvezetője voltam, és akkor utána ilyen regionális felelősségeim is voltak, tehát ez hihetetlen, de ez most már több mint 20 éve volt ez a dolog, és előtte is több ilyen cégnél, több ilyen céget megjártam, és mivel ez egy nagyon húzós volt, nagyon erős volt mondjuk a 20-as évem, meg a 30-as évem eleje, tehát utána megengedhette magamnak, ami nem tudom, hogy ez bár egy lehetőséget adott, de terheltségbe nem volt kevesebb, mint korábban, hogy egyszerre több mindennel foglalkozzak. Tehát tudtam foglalkozni vállalatokkal, akár befektetésekkel, vagy akár konkrétan az, hogy részt vettem bizonyos programokon, projekteken, konzultáltam, tanácsokat adtam, vagy vezettem projekteket, de ugyanakkor párhuzamosan már a társadalmi kérdések felé is fordulhattam. Ez először az informatikai oldalról történt meg. Az Informatikai Vállalatok Szövetségének lettem először az alelnöke, és utána az elnöke, amit nagyon nehezen tudtam már leadni, mert már 10 éve már négyszer választottak meg, mert négyszer voltam elnök, és inkább lemondtam, és tényleg, hogy egyszerűen több energiám legyen többek között az Alba Innovára is, és akkor ettől még ugyanúgy ott is vagyok, és ott is részt kell vennem az eseményeken, de közben ilyen Európai Uniós projektekben is, már úgyhogy programokban is részt tudtam venni, főleg itt ez a Covid-nál
volt egy nagyon fontos jelentőségű, és ott remekül lehetett használni ugye ezeket az online digitális technológiákat, hogy megtárgyalni dolgokat, elküldeni az anyagokat közös csapatba, közösen valamit elkészíteni. De itt még mindig visszamenve 10 évet, közben az Innovációs Szövetségnek is, vagy jó néhány évet az Innovációs Szövetségnek is az alelnöke lettem. Talán ez egy jó apropó, tehát hogy valamennyire egy innovátor, bár nem feltétlenül akik ilyen szövetségben vannak, azok innovátorok, azt gondolom, de valami közük azért mégiscsak volt a dologhoz, hogyha oda kerültek. Nagy megtiszteltetés volt, amikor a Székesfehérvár Fejlődési Alapítvány kuratóriumi elnökének felkértek még annó, jó, hát ez már 11 éve volt, vagy 12 éve, ami sok mindent csináltunk, tehát ösztöndíjakat alapítottunk, meg próbáltunk, az egész koncepciónk az volt, ugye a szegényeket, vagy mondjuk azt, hogy rászorultakat, lemaradottakat kétféleképpen lehet támogatni. Közvetlenül, tehát egyszerűen tűzoltás, amiről itt a Zsuzsa is beszél, hogy ételt adni, hogy egyáltalán megérjék a másnapot, vagy ruhát adni, hogy tudják kezelni a problémáit, akár a hideget, vagy bár közvetlen támogatása. Mi a közvetett támogatásba gondolkodtunk, én saját magam is ilyen vagyok, bár tudom, hogy ez most ilyen klasszikus, vagy tipikus, hogy ezt szokták mondani, hogy ne halat adja, hanem hálót adja, és taníts meg kifogni a halakat. De én ettől függetlenül, én ezt így nem szoktam mondani, most mondtam először ezt a példát, túl sokan szokták ezt mondani nekem. Ez fáj, amikor már így hallom, de kétségtelen sokkal nagyszerűbb dolog az, hogy valahogy ösztönözni az embereket arra, jó példákat mutatni, tényleg jó példákat mutatni, és megmutatni azt a módszert is, hogy hogyan lehet valamit csinálni. Tehát mi a tehetségesebb gyerekeket, tehetségesebb fiatalokat is támogattuk, és tulajdonképpen valahol ebből született meg az Alba Innovár is, mert rá kellett ébredni arra, hogy ugye ez a digitális évszázad, és itt egy nagyon fontos definíciót mondanék majd itt a digitálisra kapcsolatban, de a digitális évszázad, ez csak úgy megy, hogyha megtanulunk digitálisul. Tehát, hogy megtanuljuk ezeket a különböző technológiákat használni, és gyakorlatilag ez volt, hogy így mondjam, a szülő gondolata az Alba Innovárnak, és ha már itt mondtam, hogy fontos dolgot akarok mondani a digitálisra, ami egy kicsit ilyen zárójeles, az, hogy itt a Zsuzsa is korábban szóval hozta, hogy milyen fontos, hogy szortírozzuk, megfelelően tudjuk kiválasztani az adatforrásokat, gyors olvasás kell arról, hogy nem beszéltünk, de tényleg nagyon gyorsan el kell dönteni, hogy ez egy jó anyag, nem jó anyag. És amikor arról beszélünk, hogy a digitális évszázad, vagy digitális évtizedekben, és akkor a gyerekeket meg kell tanítani, helyesen használni ezeket a technológiákat, valójában azért digitális ez legfőképpen, mert digitális helyekről jön az információ. Tehát azt mondjuk, hogy 100 az információ, ami ér bennünket nap, mint nap, abból most már több mint 90-et valamilyen digitális médián keresztül. Tehát az, hogy most egy tanártól, szülőtől, baráttól kapom, az most már egyre jobban beszorul. Sajnos azért is, mert az emberek még egymás társaságában is ugye előveszik a telefon, tehát persze itt nem veszük elő, meg amúgy mi nem olyanok vagyunk, hogy... Én megengedem egyébként. Ja, akkor már veszük, de nem. Tehát, bár attól tartok, hogy remélem, hogy a nézők se nézegetik a telefonjukat, miközben bennünket hallgatnak. A valós kihívás az, hogy ezt a iszonyatos mennyiségű adatot, ezt hogyan tudom helyesen kiválasztani. És ez nekem nincs általában digitális eszközöm, hanem ezt saját magam képességeivel, amit időközben kifejlesztek, kompetenciáimmal, készségeimmel, és ezt kell tanítani. Tehát nem csak azt kell tanítani, hogy hogyan lehet programozni, vagy hogyan lehet 3D-s alkotásokat csinálni, tehát hogy egy lakatos az már többet dolgozik egy számítógéppel adott esetben, mert be kell programozni, hogy ő mit akar csinálni, és utána már gép megcsinálja, és már nem is annyira a kézügyesség számít. Ez is igaz, de azért én olyan lakatosokkal szeretnék dolgozni továbbiakban, és akinek van kézügyessége is, és nem csak a számítógépet tudja beállítani. De higgyétek el, hogy szinte a legfontosabb dolog, és
Ezért beszélünk arról, hogy másképpen kell a gyerekeket tanítani. A legfontosabb dolog az, hogy meg kell tanítani a gyerekeket, kiválasztani a helyes információkat. Helyesen viselkedni egy olyan világba, amikor nem közvetlenül, hanem közvetett dolgok alapján kell eldönteni azt, hogy én mit csinálok, mit fogok csinálni, mit akarok csinálni, mire fókuszálom magamat, stb. És ezért kell egy másfajta oktatást, ugye erről még nem tudom, hogy akarsz beszélni, de hogy ezért... Amikor az Alba Innovárt tehát hogy én mertem javasolni, behoztam a városba, egyébként IVS-be dolgoztuk ki ezt az ötletet, csak úgy éreztem, hogy országosan túl lassan alakul, amire itt létrejött egy olyan élményközpont, ami az esélyegyenlőségről szól, hogy nem kell 10-20 ezer forintokat kifizetni a gyereknek ahhoz, hogy olyan technológiákkal tudjon foglalkozni, meg olyan módszertanokkal tudjon találkozni, ami őszintén csak nagyon keveseknek megengedhető. Vannak, tehát hála Isten, egyre többen vannak ilyenek, de keveseknek megengedhető. Ez mindenkinek. Tehát mindenki bejöhet robotokkal, humanoidokkal, dolgozhat lézervágókkal, 3D-s technológiákkal, és ingyenesen kaphatja meg, és ez nagyon fontos, hogy már ilyen korai, és ez a korai ez azt jelenti, hogy leginkább én azt gondolom, a gyerekek olyan 10 éves kortól, 10-14 éves kor között a legfogékonyabb ilyen dolgokra. Tehát ott el kell találni őket, hogy ezt ráérezzenek azt, hogy mit is jelent ez a digitalizáció, és ezt hogy kell helyesen használni. Csak ehhez a tanárokat is ugyanúgy meg kell tanítani, meg a felnőtteket is, úgy szóval mindenkit, politikusokat is, mindenkit meg kell tanulni, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy digitalizáció, és akkor kipipáljuk, hogy oké, a digitalizálva, mert valaki kapott egy számítógépet, és akkor innentől már minden rendbe megy, sajnos nem megy rendbe, hanem magát a hozzáállását, a gondolkodását is módosítani kell, hogy visszatérve az alapkérdésre, hogy néz gyakorlatilag ki az én elmúlt 10 évemet ez befolyásolta, hogy ilyen dolgokkal foglalkozok, és megpróbáljam szinkronba tenni azt a különféle dolgokat, amiket csinálom, tehát akár a Innovációs Szövetség, akár az Alba Innováról beszélek, akár az Informatikai Vállalkozások Szövetségről, vagy akár a saját vállalkozásaimról beszélek, hogy nagyjából mindegyikben legyen egy közös nevező. Egyébként most az a oktatás, tehát a kompetencia alapú oktatás, ez mindenhol megtalálható, és innentől az én lelki békém is nagyobb, mert hogy nem kell egyik pillanatra a másikra egy teljes, hogy így mondjam, fordulatváltást csinálnom. Jó, most akkor ugrottunk egy blokkot. Kettőt. Mert hogy ugye onnan indultunk, hogy milyen egy napod, és utána még beszél, és ezt mindegyőtöknél még át fogjuk beszélni, csak akkor belevesszük azt a részét is, hogy akkor majd elmondjuk nálatok is, hogy nézett ki az elmúlt 20-30 évetek. Többet nem merek megkockáztatni, hogy rákérdezzek. De még azért egy kérdésem azért ezzel a sok mindennel kapcsolatban van, hogy azért aludni tudsz rendesen? Tehát, hogy akkor is pörögnek a gondolatok? Ez engem is érdekel. Nem könnyű egyébként, ez nem könnyű kérdés. Azt gondolom, hogy jól tudok aludni, de nem sokat, keveset alszok, 6 órát. Tehát ez már így van régóta. Tehát persze mondhatja valaki, hogy ő 2 óra alatt kilúgsza magát, vagy én nem, de 5-6 óra, az, hogyha 6 órát stabilan alszok, egyfolytában az tök jó, mert akkor friss vagyok, de ez nem sok őszintén, és akkor, amikor ilyen nagyon pörgős napja van az embernek, akkor azért őszintén egy napközben, tehát akár, főleg, hogyha ebéde valamit, akkor nem árt, hogyha leül egy 10 percre, és akkor így elereszti magát. Több nem kell, de egy 10 perc az kell. Az jó, és nyilván ott azért kell mozogni, tehát valahogy fizikailag is karban kell tartanod ahhoz magad, hogy például mondhatni azt, hogy egy idő után már saját magad által diktált tempót tudja teljesíteni, tehát ezeket a mindenféle elvárásokat, amik lehet, hogy magaddal is hozol valamit, de alapvetően te neveled ki, ami azt jelenti, hogy nem tudod letenni a tollat, vagy nem tudod letenni a számítógépet, vagy a telefont, vagy nem tudsz egy bizonyos témát abbahagyni, pedig ezt meg kell tanulni. Zsuzsa, neked ez megy egyébként? Egy picit akkor beszéljünk nálad is arról, hogy te honnan indultál, és akkor jussunk el odáig, hogy mondjuk neked egy napod milyen, és hogy te tényleg hogyan tudsz mondjuk a gyerkőcök mellett egy kicsit kikapcsolni. És jó sok kérdés volt, tettem egyre. Hát, hogy honnan indultam, friss diplomásként a Sárosdi Cigányterep gyermekjóléti szolgálatától indultam. Úgyhogy a szakmának, a társadalmi tudományok szakmának a legaljább
is ismerem, és ez nagyon jó szolgálatot tesz nekem a pályázatok, programok tervezésénél, megvalósításánál kapcsolatban, főleg amikor jönnek, hogy ezt így ezért nem lehet, mondom, de lehet, mert tudom, hogy meg lehet valósítani, vagy pedig amikor olyan dolgot kérnek bármelyik oldalról, ami tényleg nem lehet megvalósítani, mert romákkal foglalkozni, szegényekkel foglalkozni, az egy nagyon speciális, és aki nem ismeri a kultúrájukat, a történetüket, nem tudja, hogy mibe vágta a fejszéjét. Na, hogy néz ki egy napom? Hát az enyém is elég kusza, mert minden reggel azzal az illúzióval indulok, hogy na most akkor az asztalomon lévő felhalmozott, elmaradt dolgokat rendbe teszem, megcsinálom, és aztán jön egy telefon, ami felülírja az egészet, és újra tervez, de szerintem ez ismerős mindenkinél. Ugye mi uniós programokat valósítunk meg a megyében, nagyon sok 65 önkormányzattal vagyunk konzorciumi partnerségbe, kisebb-nagyobb programok kapcsán. Volt munkaerőpiaci közösségfejlesztő, ugye a titkokháza az egy informatikai, nevezhetjük informatikai programnak, de végül is inkább az oktatás része. Mindig jön valami újabb és újabb impulzus, ami átírja az egész addigi fejemben lévő csodálatos képet, hogy mi az, amit aznapra meg szeretnék valósítani. Ugye mondtad is, hogy nekem ott van a SETA és az EHO innovációs műhely, ez a két fő tevékenységem, hogy oszlik meg az egyik a másik között. Az a szerencsém, hogy mind a kettőbe találtam egy-egy olyan munkatársat, akik nagyon sok terhet le tudnak venni a vállamról. Ugye a döntés az mindig az enyém, hogyha valami olyan program költséget érint, megvalósítást, kit hívunk meg, hol kell megszervezni egy adott rendezvény, az az én döntésem, kell, hogy legyen, ezt tudják, de onnantól kezdve a szervezést, a megvalósítást rájuk tudom bízni. És van nekem még egy tevékenységem, én most már 5. éve az egyetemen oktatok szociálpolitikát, úgyhogy a nem egész pici fiatalokkal, hanem hát tulajdonképpen a fiatal felnőttekkel is találkozok azért elég sokat, elég gyakran, úgyhogy az ő világnézetük is hatással van rám. Nagyon érdekes, az előző fél évben pont ilyen HR-es munkaerőpiaci képzést tartottam, és én azt gondoltam, találtam egy nagyon érdekes videót, hogy levetítettem nekik, hogy hogyan néz ki egy ilyen HR terület. Volt fiatal, idősebb szakember. A fele társaság azt mondta, hogy nagyon jó, másik fele, társaságnak a másik fele pedig teljesen elzárkózott, hogy már pedig a fiatalok nem így, és nem ilyen elvárásokkal jelennek meg a munkaerőpiacon. Tehát, hogy mi van a mi fejünkben, és hogy mégis a hatások, amik érnek bennünket, hogy mennyire más, ahogy mit gondol a másik. És bocsánat, mi volt még a kérdés? Igen, hát elkanyarodtunk, de aztán a napod azért úgy mennyire tud mondjuk a 8-4-en túlnyúlni? Én azt veszem észre, hogy úristen, 7 óra van, a gyerekeket meg kellett etni, és akkor gyorsan, akkor vacsorázni, és akkor a kedvenc kérdésem, jó, de mit tegyünk? Hát mondjátok meg, megcsinálunk bármit, csak mondjátok, nem tudom, amit csinálsz, jó lesz. És amikor már a este azért nem szeretek főzni, tehát, de hogyha nem esznek meleget, akkor este azért muszáj, akkor arra összekészülni, utána még kicsit megnézni, hogy a mindenbe van-e pakolva, a lecke rendben van, kisebbik a gyerekek? 15 és 13. A kisebbik még azért igényli, hogy azért csekkoljuk le, hogy biztos, hogy mindent megtanult, jól értelmezte. Igen, meg kell tanítani, ahogy mondtad, őket tanulni. Hát a könyvben is nagyon sok információ van, és hogy azon eligazodni, hogy mi a lényeg benne, mit emeljünk ki. Ez szerintem hiányzik a mai tanulási folyamatban, és hogy Tamás is mondta, a jövő munkahelyének nem csak a lexis, sőt, nem a lexikális tudás lesz a fontos, hanem azok a kompetenciák, amik most hiányoznak az oktatásból, és amit tanítunk tulajdonképpen mi is az egyetemen, hogy olyan kulcs képességek, hogy az írni-olvasás mellett a csapatban való, a hálózatban való gondolkodás, amire szükség lesz.
picit mindjárt Gombára is rátérünk, de most mind a kettőtök kapcsán még azért a segítségnyújtást egy picit kiemelném, mert hogy mind a kettőtökkel, ugye hát a SZETA az nem kell megmagyarázni, hogy milyen fajta segítségnyújtás. Te pedig az előbb valamennyire egy picit talán utaltál rá, hogy ugye most szerintem az elmúlt két hétben is találkozhattak veled így a híradásainkon keresztül a nézők, hogy a Székesfehérvár Fejlődésért Alapítványon keresztül ugye okostantermeket adtatok át egy-egy iskolában, ugye, és ezt a tervet folytatjátok, ha jól tudom, polgármester úrnak ez a terve, ugye, hogy jövőre, illetve hát nem biztos, hogy jövőre, de a közeljövőben mindenhova eljusson ez a dolog. Tehát, hogy ez már ez is eleve egy ilyen küldetéstudat szerintem mind a kettőtöknél, ugye? Benne van az emberben, hogy azért vagyunk, hogy segítsünk a társainkon. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez hogy alakul ki. Persze mindenki más, vagy minden más, bár azért lehet nem csak statisztikailag összehasonlítani korcsoportokat, meg környezetet is, és meg kultúrákat. Én azt gondolom, hogy mondjuk az én 50-es éveim már arról szólnak, és ez köszönhetően az előző időszaknak, mert nyilván, hogy mondjam, sikerült összebányáztam annyi, most hirtelen bitcoin jutott eszembe, tehát a digitális alapot, nekem tehát magyar sikerült egy olyan egzisztenciát teremtenem, amivel nem kell aggódnom amiatt, hogy a családom, gyerekeim megélhetésével problémák lehessenek. És ezért én sokkal szabadabban tudtam ezen a dolgon gondolkozni, és mivel én mondtam, hogy én országos szövetségnek a vezetője voltam, meg vagyok is, és azt rá kellett ébrednem, hogy sokkal, de sokkal nehezebb felülről, tehát egy nagyon nagy szervezet éléről valami sikert csinálni. Ugyanakkor én sikerorientált vagyok, és nekem az fontos az, hogy lássam, hogy valahogy változik a környezet, valahogy jobb lesz az egész környezet, mert őszintén tehát lehet arról beszélni, hogy akkor visszaadunk, meg másokat támogatunk, de ez valamiért magunkért is csináljuk, saját magunkért is. Tehát nem jó az, hogyha nekem jó és másoknak nem jó. Az a jó, hogyha mindenkinek jó valahol, és egy jó érzésű világba érünk, ahol az emberek szeretik egymást, és támogatják egymást. És igazából én az oktatási területet találtam meg, mint egy olyan lehetőség, amin én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországnak, szerintem a többi országnak is, de Magyarországnak mindenképpen sokat lehet, tehát kell is, és lehet is fejlődnie, és így próbáltam azokat az utakat elindítani itt Székesfehérváron, amit egyébként már előtte évekkel leírtunk, hogy szerintünk mit kellene csinálni a digitális, tehát például a digitális oktatási stratégia, ami most már nem csak a kormánynak, a kormányprogram része is, hanem gyakorlatilag a nemzeti alaptantervnek a része, azt az IVS-től, vagy mondjuk azt, hogy két kollégámmal dolgoztuk ki az alapkoncepcióját ennek az egész dolognak 8 évvel ezelőtt, és akkor szép lassan került oda. De ez, hogy úgy mondjam, nem volt elég kézzelfogható. Sokszor az ember érzés, hogy most se elég kézzelfogható, mert az még egyszer, hogy technológiákat odaadunk valakinek, attól még nem tudják elsajátítani. Az, hogy a digitális kompetenciá képességet egy tanár tanítsa, először is neki azt meg kell érteni. És ez egy nagyon fontos. És maga az okosterem program, amit említettél, az arról szól, hogy a tanároknak nem is büszkeségnek mondanom, hanem ezt a fajta tartását, ami teljesen normális, hiszen korábban ők voltak az én, és maga ez az én volt az, aki közölte az információt a fiatalokkal. Tőle tanultak a csecsemőktől kezdve egészen a fiatal felnőtt korukig, ették és itták a szavaikat, és azt mondták vissza. És nekik meg kell tanulni, hogy nem erre van szükség. Erre is valamennyire, de sokkal inkább arra a képessége, hogy meg tudjanak birkozni. Amit a Zsuzsa is említett már, hogy ez a csapatba dolgozás, de vagy akár egyénileg is. Tehát, hogy egyáltalán az ember meg tudjon birkozni azzal, hogy Budapestre elmegy és eljusson egyik helyről a másikra, úgyhogy nem szabálytalanul közlekedik. Tehát, hogy magyarul tud mondjuk metrójegyet venni a különböző körzetekbe, és akkor még lehetne más példát, hogy ki tud egy automatából pénzt venni, vagy be tud menni a bankba egy műveletet csinálni, el tud utalni
valamit, vagy egy NAV-val, vagy bármiféle hivatallal kapcsolatban az elektronikus kapun keresztül, amire már több mint 5 millió ember van regisztrálva, hogy azon keresztül tudjon valamit csinálni. Azok a 18 évesek, akik kijönnek ma az iskolákból, megkockáztatom, hogy több mint az 50%-uk semmi tapasztalata nincs például az ügyfélkapuval kapcsolatban, és fogalmuk nincs az, nem hogy hogyan kell adót bevallani, hanem az se, hogy mi az, hogy adóbevallás egyáltalán. Meg nem érzik azt, hogy nekik erre szükségük van. Tehát, hogy itt alapdolgokon kell változtatni, élhetővé kell tenni. Tehát ők valahogy a 20. században maradt a mi oktatási rendszerünk, és ezt a 21. századivá kell tenni. És én azt gondoltam, hogy én itt tudok tenni, tudok adni a saját tapasztalataimat átadni, és hogyha én ehhez csapatot gyűjtök, és először is támogatókat, és fantasztikus város Székesfehérvár, és ezt nagyon komolyan mondom, tehát a város vezetése egyből mögé állt ennek az egész gondolatiságnak, és nagyon komoly összeggel megtámogatta ezt az egészet, és amikor mondjuk a tesztperiódus lejárt, tehát mondjuk az első évben már 5000 fiatal ingyenesen részt tudott venni a különböző képzéseinken, ami projektnapok voltak, vagy szakkörök voltak, és egyéb nyílt napok, akkor utána a felnőtt képzés fele is rá tudtunk nyitni, akkor sokkal nagyobb bizalom lett, és akkor már vállalatok is elkezdtek támogatni, és szinte ilyen vírusszerűen terjed ez az egész, és én azt gondolom, hogy ez a titok, vagy titokház, vagy ez a program is, bár egy kicsivel később jött, ez is, tehát segítjük egymást, gondolatiságban segítjük egymást. A szülők lassan bűnösnek érzik magukat, hogyha a gyerekükkel nem foglalkoznak, és egyébként azt szeretném elérni, hogy érezzék magukat bűnösnek, hogyha ők a gyerekük mögé nem állnak oda, hogy ők nekik is meg kell érteni ezeket a digitális dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy legyen mindenki programozó, már nem lehet belőle. Tehát, hogy mondjam, elég jól meg lehet belőle élni. De nem erről szól nem feltétlenül erről szól a világ, de az, hogy meg kell érteni a világot, és ahhoz az egyik első lépés, hogy meg kell érteni a digitális technológiákat, ez elengedhetetlen. Úgyhogy nekem egyfajta ilyen küldetéstudatom már vált ez a dolog, és nem azt nézem, hogy ez, mivel én, hogy így mondjam, én saját magamnak nem vagyok fizetett alkalmazottja az alapítványnál, hogy ebből mi jöhet ki, már úgy, hogy anyagilag mi jöhet ki, hanem nekem ez egy élmény, és az életem mindenképp azt kell mondom, hogy top 3-as sikerével bele tartozik a maga az Alba Innovárnak a sikere, és az okos terem az pedig kimondott a nagy élmény, főleg amiatt, mert a tanárokat is összekapcsolja végre. Tehát nem az, hogy van egy A iskola, meg van a B, meg a C iskola, és akkor így valahogy, mintha ilyen hidegháború lenne az iskolák között, hanem az van, hogy elkezdenek együttműködni az iskolák egymással, megnyílnak. Projekteket mutatnak be egymásnak, programokat, megosztják az alkotásaikat, és én azt gondolom, hogy ez az igazi Székesfehérvár, vagy ennek kell lenni az igazi Székesfehérvárnak. Gomba, nem tudom, hogy te mobiltelefonnal vagy számítógéppel a kezedben születtél, így tudnám elképzelni. Nem, pedig igazából rettentően. Nálad is ugye az informatika az, ami az egész életedet végigkíséri. Egy picit mesélj erről, hogy hogyan csöppentél bele, hogyan jutottál el addig, ahol most vagy. És nálad is, hát ugye van két gyerkőc, úgyhogy nálatok sem lehet olyan egyszerű megoldani a hétköznapokat. Abszolút nem egyszerű. Én azt szoktam mondani, hogy én rettentő késői kocka vagyok egyébként. Én alapszituációban ugye építész lennék, és az informatikától eléggé távol indultam el, de amikor én még indultam, akkor még EGA monitorok voltak, meg monokrom monitorok voltak, és akkor még azon gyakoroltunk és azon dolgoztunk. Az, hogy eljutottam odáig, hogy vagyok az XCOM komputerben, mint operatív vezető, és igyekszem segíteni ügyfeleknek, akár idősebbeknek, akár fiataloknak, az jellemzően nyilván tanulási folyamat volt, hisz a főiskola alatt muszáj volt, de hogy igazából ez egy autodidakta folyamatnak kell lennie, egy olyan folyamatnak, amikor készítést érzel arra, hogy téged ez érdekel, és akkor tanulsz hozzá. Nyilván, ezt mondtam az előbb is, hogy ezeket az informatikai dolgokat nem lehet főiskolán megtanulni. És akkor az ember elkezd tanulni, becsöppentem az XCOM komputerbe, mint kívülálló, azért, mert hogy fiatalként érdekelt az informatika. Nyilván akkor Fehérváron közel sem volt annyi informatikai vállalkozás, mint mondjuk mostanában van.
választottam egyet, és kialakult egy olyan kapcsolat, ahol, ami gyümölcsöző volt, és eljutottunk most arra odáig, hogy most már nyilván a napi tevékenységem alapvetően nem arról szól, hogy én az informatikával foglalkoztak napi szinten. Van a cégünk, van az irányítása, van a vezetése, vannak a kollégák, vannak az ügyfelek, vannak a partnerek, vannak a céges kapcsolatok, akiknek a kiszolgálásával, a tevékenységével, az üzletmenettel foglalkozom. És az informatika igazából megmaradt azon a hobbi szintjén most már, ami érdekel és foglalkozom vele, de nyilván napi szinten nem tevékenykedem az informatikának abban a szegmensében, és akkor én javítsam a számítógépet, hogy én menjek rendszergazdáskodni mondjuk a multicéghez. Ez most már áttevődik a kollégákra, és inkább az irányítás az, ami az én dolgom, hogy az ügyfelekkel és a partnerekkel az a fajta üzleti és bizalmi kapcsolat meglegyen, amit egy hiszem, hogy jól prosperáló vállalkozás magának mondhat. Na most még akkor azt mondd meg, hogy neked két fiad van. Mondjuk a lányok is egyébként kütyüzősök, de a fiúk meg szerintem lehet, hogy egy kicsit még jobban, vagy kicsit korábban kezdik nálad. Mennyire van ez lekorlátozva? Mert én tőled hallottam egy alkalmazásról egyébként, amit én átvettem és alkalmazom is a gyermekeimnél, és akkor néha felhívnak, amikor nincsenek velem, hogy anya, tegyél még rá pár órát, mert mindjárt lejár az idő. Igen. Mert hogy azért ebben is kell egy kis korlátot tartani. Kell korlátot tartani, bár megmondom őszintén, lehet, hogy a hallgatók vagy a nézők vasalaposnak tartanak, mert hogy én nem szoktam engedni azt, hogy ez a digitális szalaszét húzás így besöppenjen a hétköznapokban, mert hogy megvan ennek a hátültője azért. Tehát kell tudni tartani egy egészséges határt. Annak megint nem vagyok hívva, hogy mondjuk a számítógép használattal vagy a telefon használattal neveljük a gyereket, vagy korlátozzuk a gyereket, vagy hogy fenyítsük vele, és hogy ez egy szigorító eszköz legyen mondjuk a megvonás ennek az eszközöknek, mert hogy látjuk, hogy napi szinten szükség van rá. De valamilyen szinten kell korlátot tartani, hisz tudjuk azt, hogy a játékkonzolban is van ilyen szülői felület, van a streaming szatoroknál is különböző felületeken szigorítási vagy szülői felület, van az okostelefonoknál is lehetőség, tehát a lehetőségek adottak, hogy most melyik háztartás, melyik család hogy él ezzel, ez egy nehéz húzavona igazából, mert hogy ha túl sok szigort alkalmazunk, akkor a gyermek találékony, meg fogja találni igazából a maga lehetőségét és útját a haveroknál, a barátoknál, az iskolában. Ha meg nagyon elresztjük a gyereklőt és nincsen benne korlát, akkor pedig eljutunk arra a pontra, amikor mondjuk a csetelés, meg a skype-olás, meg a Google böngészés átcsap arra a szintre, hogy a tanulás valóságban nem történik meg. Szóval rettentően nehéz szülőként lavírozni a mai világban. Azt szoktam erre mondani, hogy egy nagyon nehéz arany középút, amit meg kell találni, és le kell ülni a gyermekkel megbeszélni, és ez mondjuk kell egy nagyon jó szülő-gyermek bizalmi kapcsolat, hogy megértessük vele, hogy mit lehet és meddig lehet, és amikor szüksége van rá, akkor még tőlem, vagy az anyukájától kérdezze meg, ne pedig mástól. És akkor itt már el lehet menni nagyon sok minden felé, a net veszélyei, a tanulásnak a fontossága, hogy nem mindig mindent a Google-ből kell megtanulni, és a tankönyv az jó igazából, de tud kiegészíteni az információt mondjuk a tanárnak a jegyzetéből, tud kiegészíteni a Wikipédiából, tud kiegészíteni a Google-ből, és akkor igazából ez a fajta rettentő sok áramló információból kell nekik tanulni, nem megy egyébként, a saját tapasztalatom az, hogy nem megy, nagyon sok segítség kell ahhoz, hogy azt a fajta tanulási metódust meg tudják érteni, amit a mai digitális világ magával hordoz, mert és beleesünk mi szülők is abba, hogy a mi gyerekkorunkban, de az idősebb szülők jobban tudják ezt, hogy a mi gyerekkorunkban nem volt ilyen fajta tanulási folyamat, hogy most akkor honnan tanulok, vagy mit tanulok, mert hogy volt a tankönyv, meg volt a füzet, pont befejeztük. Amit a tanárnéni elmondott az órán, azt én leírtam, lediktáltam, megtanultam, fölmondtam, kész. De hogy ez a világ már rettentően nem ilyen. És igazából ilyen szinten akkor már a szülőnek is tanulnia kell azt, hogy a digitális világban, ebben a digitális évtizedben... Hát amit a Tamás mondott, nem csak a tanároknak, a szülőknek is. Nekünk a szülőknek is meg kell tanulnunk azt, hogy tudnunk kell együtt élni azzal, hogy a gyermekeinknek a tanulási folyamatát hogyan tudjuk segíteni. És ez nem olyan egyszerű, mint hogy most itt beszélgetünk róla. Bár ez most egy jó kis tréning volt, nem ez a Covid időszak, sajnos még benne is vagyunk. Igen, egyébként azt szoktam mondani, hogy az a fajta pozitív hozadéka a Covid-nak megvolt, hogy ezt a digitális kompetenciát, ezt eléggé feltupírozta, és eléggé felszínre hozta, hogy milyen hiányosságokkal küzdünk, és nagyon sok kisgyermek, meg tizenéves fejlődött a digitális kompetenciában, azért másképp, hogy nem ilyen szinten, vagy nem ennek az okán kellett volna ezt megtennünk.
Én erre ezt mondom, bocsánat, hogy erre azt mondom, hogy bár lehet, hogy tudatosan dobtam be, nem tudom, de bár te kínáltad fel ezt azt, hogy a szülőket hogyan tréningeljük. Akkor lenne jó, hogyha csak itt lett volna valamilyen, most csúnyán hangzik, tudom, vagy durván, hogy itt lett volna ilyen, és máshol nem, de milyen. Mindenhol máshol volt Covid, ezért mindenhol máshol meg volt ez az ösztönző erő, hogy bizony itt változtatni kell. De nem, ennél még sokkal súlyosabb volt. Én úgy fogalmaztam, hogy korábban, hogy éveket vesztettünk el, súlyos éveket vesztettünk most el a Covid miatt a tanulásba. Egyszerűen a multinacionális vállalatok alapvetően, de nem csak azok, hanem az innovátorok, azok a KKV-k, akik a versenyképességükért dolgoznak, a megélhetésükért, azok bevetnek minden digitális technológiát azért, hogy ők sikeresebbek legyenek, ők versenyképesebbek legyenek, ők piac nyerjenek, vagy egyáltalán piacon tudjanak maradni. Ez viszont azt jelenti, hogyha most csak belegondoltok a saját szokásaitokba, akkor már lehet, hogy nem a sarki fűszeresnél fogtok vásárolni, hanem valamelyik multinacionálisnak a logisztikai szolgáltatását használva oda a házhoz szállítjátok a dolgokat. És akkor ez ugyanígy megy tovább. És hiába vannak olyan vállalatok, amik most nem mondom, hogy zsemle.hu, de van valami hasonló is. Kifli.hu. Ezt nem akartam mondani, de végig itt nem voltunk korlátozva reklám szempontjából, hogy elindulnak és egy zseniális magyar céget hoznak össze. Tehát tényleg egy olyan szolgáltatás, és az innovációról sokan úgy gondolják, hogy termékről beszélünk, de nem. A szolgáltatás az legalább olyan fontos innováció, mint a termék, és manapság Magyarországnak a kitörési pontja, Magyarországon a kisközépvállalatoknak alapvetően nem a termék. Ne higgyük azt, hogy mi van, egy kütyűt kifejlesztünk, és akkor... Holnap jön az új kütyű. És akkor a volumba tudjuk azt csinálni, tehát most egy ázsiai véletlenül arra téved, vagy kezébe kerül, ez jó ez a kütyű, és akkor másnap vagy rendelne 100 milliót, vagy ő saját maga legyárt holnap után ugyanannyit belőle. Igen. Tehát így nagyon nehéz. Viszont a termék és a szolgáltatás kapcsolata az már lehet egy olyan műsorszám, ami én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak egy kimondottan nagy lehetőséget ad. Viszont ehhez nagyon ott kell lenni a szeren. Tehát nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell felfejlődni, de ugyanakkor most van egy olyan ellenszél, hogy tudják azt, hogy ugye a Covid előtt komoly munkanélkül, vagy nem volt munkanélküliség, bocsánat, tehát gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, tehát munkaerőkereslet volt, ukránoktól, szerbektől, különböző más helyekről már hoztunk nagyon sok, tehát hadseregnyi ember dolgozni. Most nagyjából ugyanoda értünk. Viszont a Covid-dal az a globális bizonytalanság bejött, hogy én nem tudok gyártani, hogyha nincsen meg a beszállítomtól az adott termék. Tehát akkor mit kell csinálni? Lehetőleg a környékemen létrehozni olyan gyártókapacitást, amivel el tudnak látni engem. De ez még nem elég. A legnagyobb probléma az ember bizonyult, és bármilyennyire bután hangzik, hogy az emberek világában a legnagyobb probléma az ember a gazdaságban, és azon kezdtek el dolgozni, hogy hogyan lehet kevesebb emberrel hatékonyabban dolgozni, és viszont ez olyan kihívásokat fog jelenteni mindannyiunknak a jövőbe, hogyha nem tanulunk, nem tudunk magasabb hozzáadott értéket termelni, akkor bizony már nem fognak azért behívni bennünket, hogy egy gombot nyomogassunk, és ezt csináljuk 8 órán keresztül. Tehát ez a Covid átka, ami egy ideig úgy tűnt nekem is, még így első ránéző, hogy az nem is olyan átlag, hogy home office-ból otthon dolgozunk. De amikor meg kell osztani egy asztalt, hogy az egyik oldalán én ülök, a másik oldalán a feleségem, a gyerekeim a jobb oldalán, meg a bal oldalán az asztalnak, adott esetben csak egy komputer van, vagy kettő, és így rángatjuk egymást, hogy most én akarok a home office-on keresztül lenni, akkor azt gondolom, nem kell tovább ezt ecsetelgetnem, hogy ez milyen problémákat tud jelenteni. Most arról, ami az előbb, arról jutott eszembe, amit az előbb mondtál, hogy nem kell majd az emberi munka, hogy talán egyszer csak eljönnek a robotok. De itt ezt a gondolatot be is fejeztem, mert a műsorunknak sajnos lejárt az ideje, de szerintem egy másik 50 percben simán tudnánk erről egy nagyon jót beszélgetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meséltetek, és hát örülök, hogy egy picit jobban is beleláttunk az életetekbe, a tevékenységetekbe, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban a munkátokhoz. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Nálatok Mizu. Viszontlátásra!